Neki! Mindig fú elszúrta. Már százszor elmondtam, Misty Fú! Énekeljem neked! Igen! Már elmondtam, Tatit és Missy Fú tedd a zsákba, ha megy vagy vele! Tedd ide idejébe, és a gonosz terve meghozza a gyümölcsét! Bravo! Bravo! Ne vesztegesd az időt! Szeresd meg őket azonnal! A gonosz tervemnek most működnie kell! Most sikerülni fog! Tuti, menjünk! Nincs itt semmiféle szellem! Nem mehetünk el, amíg ki nem derítjük, hogy van-e itt szellem, vagy nincs. Megígértük Lilinek. Akkor miért nem csatlakozik hozzánk a keresésben ebben a kísértett járt a házban? A kisugomnak aludnia kell! Szegény kislány napok óta nem aludt félelmében, ezért van otthon, ahol békében tud aludni, csubarkával együtt, így nem kell félnie. És végre pihenhet. Fogod ébreszteni őket! És akkor erre most sor kerül! Most Missy Fú jön! Missy Fú, jól vagy? Mennyi csillag! Tati, felkapcsolták a világítást? Az a helyzet, hogy a világítás nem működik. Bruno, hol vagyunk? Nem igazán tudom, Lili. Azt hiszem egy sákban. Segítség! Úgy tűnik megálltunk. Aha. Annyira megijedtem, Missy Fú. Missy Fú! Missy Fú, itt vagy! Tati, segíts! Tűnjünk el innen, Missy Fú! Én Tatihoz és Missy Fúhoz mentem. Nos! Hát ők nem Tati, és nem Missy Fú. Óvá, ez furcsa. Mi jól van? Amikor Tati meglátja, hogy nálunk van a húga és a barátja, Missy Fúval a megmentésükre fog sietni, és akkor elkapjuk őket. És meg lesz a terv. Éhesek vagyunk! Enni akarunk valamit! Ott a konyha! Szolgáld ki magad! Nagyszerű! Már biztosan megéheztek! Egyébként, amíg Esznek küldtem egy kis üzenetet Tatinak, hogy lássa, hogy nálunk vannak a kis barátai! Ez nem működik! Talán az elemek merültek le! Ó, igen, lemerültek. El kell őket tölteni. Nos, amíg feltöltöd őket, addig eszek. Éhes vagyok. Á, ugye csak szórakozol velem? Megettek mindent! És minden fincsi volt? Nagyon szépen köszönjük! Milyen piszkos ez a szoba! Miért nem takarítjuk ki? Szerintem ez egy nagyszerű ötlet, Lili! Lel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 
De Perunnu, nem gondolod, hogy ez a szoba kicsit sötét? Igen, egy kicsi. Tennünk kéne valamit ellene. Nézd, mit találtam! Tadá! Kellemes egy szellem nélküli házban élni. Nem, de... Mindivú, keresd meg az elemeket, már biztosan feltöltöttek. Hozom. Mati! Azt hiszem, ezt látnod kell. Meglepetés! Micsoda meglepetés! Micsoda meglepetés! A következő díszítsétek fel a ház többi részét! Nem tudom! Tati, megjavulok, csak vidd el a barátaid! Kérlek! La 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 la! Rendben, de cserébe tartsd meg ezt a szellemet házi állatként. Megegyeztünk? Igen. Ne felejtsetek el feliratkozni! Félni. Nyugodjak le! Tati, hogyan lehetek nyugodt, amikor idegenek ezrei várják az ablakban, hogy megszálljanak minket? Nem, Missifu, nincsenek idegenek az ablak mögött. Mit mondasz, Tati? Nézd meg alaposan, Missifu. Csak a barátunk, Draki. Sajnálom, Draki. Egy pillanatig azt hittem, hogy megszállnak minket az idegenek. És ezért vagyok itt, mert félek. Nem tudom, mi van a barlangunkban, de folyamatosan hallok egy nagyon furcsa zajt, és már napok óta nem aludtam, és kimerült vagyok. Tudnál segíteni? Számíthatsz ránk! Menjünk, Missifu! Draki, hol vagy? Nem, srácok, inkább itt maradok, jó? Minden rendben, Draki, minden rendben. Gyere, Missifu! Tati, mi van, ha egy idegen? Missifu, az idegenek az űrben vannak. Nem látok semmit, Tati. Én sem, Missifu. De olyan sötét van, hogy nem látok semmit. Mi az? Segítség!
Bemegyek? Nem megyek. Bemegyek? Nem megyek. Hú. Bemegyek. Mi történt, srácok? Szörnyű zajt hallottunk, és elszaladtunk. Nagyon ijesztő volt, Draki. Biztos vagyok benne, hogy idegenek támadtak meg minket. Ne, azok az idegenek. Ők nem földön kívüliek. Szerintem azok, Tati. Én is így gondolom, Tati. Jöttök, srácok? Nézzük meg! Mi a baj, Tati? Futás, srácok! Srácok, nem megyek vissza, tele van idegenekkel. Én sem. Én sem. Aldok a házadban. Természetesen ahhoz. Nem valaki ilyen magyarázna nekem, miért szoktak ekkora zajt, nem tudok aludni. Nos, mégis csak egy egér volt. Természetesen egér vagyok. Mit gondoltál, hogy idegen vagyok? Megyek és letegszek. Ne. Egy újabb ügy megoldódott, Tati. Igen, Missifu, de miért nem alszol a saját ágyadban? Ó, még mindig félek az idegenektől, Tati. De ha megoldottuk az ügyet, miért alszik velünk, Draki? Ne felejtsétek el megosztani! Ó, ki lehet az? Biztos vagyok benne, hogy Lili az. Egérke, mit csinálsz itt? Szia, Tati. Most kaptam ezt a varázslevelet, de úgy néz ki, hogy Missifunak szól. De kalózkalandot kértem, nem egy darab papírt. Köszi szépen, hogy elhoztad ide. Szívesen, Tati, később talizunk. Oké, nézzük csak, mi ez. Nem lesz érdekes, ez csak egy rajz. Gyere, nézzük meg. Ez egy kalózsziget. Hogy lehet ez egy kalózkaland, amikor az egész egy rajz? Missifu, ez egy varázstérkép. Nézd meg aprólékosan. Ó, azta, ez mozog. Nézd, ott egy bálna. Azta! Ez a bálna teljesen lespriccelt. Várj, nézd! Wow! Jó, srácok! Üdvözöllek titeket a kalózkalandban! Ebben a kalandban el fogtok utazni a varázsszigetre, ahol sokáig és keményen kell keresnetek, hogy megtaláljátok a kalóz kincseit. Amik el vannak rejtve. Juhé, kalóz kaland! Igen, igen, igen! De hogy megyünk el a szigetre? Icipici kicsivé változol, és a térképen belül belépsz a kalóz kalandba. Vagyunk a szigeten. Rendben, srácok, most be kell jönnötök a barlangon keresztül. Én innen kívánok nektek sok sikert, ha szükségetek van valamire, csak hívjatok. Nagyon sötétnek néz ki a barlang belseje. Gyere, Missifu, biztos vagyok benne, hogy nem sötét. Thank you.
mondom, menjünk vissza a strandra. Gyere, Missy Fú, nem sokára találkozni fogunk a kalózokkal. Valamit elkaptam, Tati! Ne aggódj, Missy Fú, segítek neked. Csak nagyon elkezdtem félni. Tati! Tati! Hol vagy? Nem látlak! Nyugodj le, Missy Fú, itt vagyok! Mik ezek a szemek? Milyen szemek, Missy Fú? Ezek! Most már biztonságban vagyunk. Már majdnem ott vagyunk, majdnem ott! Tati, az az érzésem van, hogy megint figyelnek minket. Fuss, Missy Fú, fuss! Hol vagyunk, Tati? Nem látom a kalózokat. Ne aggódj, Missy Fú, időben megtaláljuk őket. Nézd, gyönyörű! Nézd, Tati, biztos vagyok benne, hogy ez egy kalóznyom. Azt mondja, ne érj hozzá. Ó, azda! Wow! Olyan nagy! Látod? Végre megtaláltuk a kalózhajót. Felmenjünk rá? Persze! Na, olyan szép! Nézd, Tati, itt van még egy nyom. Ez egy könyvnek az oldala. Azt hiszem, meg kell találnunk. Hát én sehol nem látok könyvet. Nézzük, Tati, menjünk errefelé. Nézzük csak, nézzük. Nézd, Tati, ez a kapitány kabinja. Nézd, Missy Fú, itt egy könyv. Nyissuk ki! Nézd ezt a varázskulcsot! Valószínűleg a kincsre fog vezetni. Kövessük! Ó, ott van! Ott! Azta! Megtaláltuk! Megtaláltuk a kincset! Vigyük vissza a papagájnak! Nehéz lesz! Nézd, Jack! Valaki elveszi az összes kincsünket! Juhé! Juhé! Tati, ott jön végre egy kalóz! Mit csinálsz a kincsünkkel? Add vissza! Bocsi, bocsi, csak azt gondoltuk, hogy talán... Tati, ezek a kalózok kezdenek megijeszteni egy kicsit. Azt kell mondjam, hogy engem is megijesztenek egy kicsit, Missy Fú. Megyünk és átsétálunk a deszkákon a cápák felett. Gyerünk, sétálj! Én tényleg azt hittem, hogy a kalózok a barátaink lesznek. Kis papagáj, segíts nekünk! Nézd, Missy Fú, a papagáj barátunk közeledik! Kicsi papagáj, azért jöttél, hogy megmentsd őket? Akkor te is sétálj át a deszkákon! Ó, tényleg? Akkor átváltoztatlak titeket egérré! És átváltoztatom a kincseidet édességgé! Már nincs semmilyen kincsünk, és ennek tetejére egerre kiváltoztunk. Szegény kisrácok, most rosszul érzem magam miattuk. Ha megígéred, hogy tudsz viselkedni, akkor visszaváltoztatlak.
Ó, igen, igen, megígérjük, mostantól szuper jól fogunk viselkedni. Csillogás, csillogás, ragyogás, vissza fogsz változni kalózzá és szépen fogsz viselkedni. Köszi, Tati, köszi. Meg tudsz nekünk bocsátani? Igen, persze, megbocsájtok neked. Hát, gratulálok, teljesítettétek a kalandot. Tessék! Ez egy különleges pénz, ami segít neked kijutni a szigetről. Ó, köszönjük szépen, kalóz úr! Lájkoljátok, ha tetszett!